Sziasztok! A mai videóban folytatom az innovatív híreket az Ilonos hírekkel. Ma már a Volmaz katalóktól nincs megelégedve azzal, hogy mindenki Model 2-nek becézi az új, várhatóan 25 ezer dolláros Teslát. Szerinte EF-nek kéne hívni, azért mert affordable, vagyis megfizethető. Szerinte ez nagyon jól néz neki. Sexy AF. Egy Twitter felhasználó szerint Elon Musk Teslákon keresztül vásárol bitcoint és lényegében pont erről van szó, azáltal, hogy jóvá hagyták azt, hogy most már Teslákat is lehet venni bitcoin -nal. Elon ezen csak nevet. Elon április 1-én twittelte ki azt, hogy a SpaceX szó szerint Dogecoin fog a szó szerinti holdra vinni. Ugyanez a tweet április 1 de mégis úgy gondolom valahogy, hogy ez nem vicc. A szerdai innovatív hírekben egyébként lesz szó a Volkswagen április 1 viccéről, ami nem sült elég jól. Ilon annyit szólt még ehhez hozzá, hogy ez nem egy nagy dolog, hiszen legelső szállítmányuk egy kerek sajt volt, amit egyébként a Liftop című könyvben is megemlítenek, amit most hallgatok. Ilon imádja a mémeket, itt az egyik legújabb. Szóval nézzétek meg az új darunkat. Egy érdekes dolog történik mostanában a Twitteren, amit úgy hívnak, hogy Shadow ami annyit jelent, hogy a keresésben nem található meg egy személy, különböző hivatkozásokban nem található meg egy-egy személy, és Ilon úgy tűnik még ebben is próbál segíteni több embernek is. Az előbb látjátok Pronight, illetve Simulated Pop of Muscanity akontjában is próbál segíteni. Itt egyébként a képen látható, hogy mivel jár ez a fajta Shadowban. Ebben a Shadowbanben egyébként még Everyday Asmenot is benne volt valamiért. Egy Twitter felhasználó azon emelkedett, hogy mennyibe kerülne most egy emberi agyat előállítani a GPT Free alapján. Szerint ez két milliárd dollárból előállítható lenne. Elon arra kíváncsi, ez az AI mikor fog majd stand upot is csinálni. Ugyanakkor szerinte 2021-ben még ember nem tudunk létrehozni, de egy néhány év múlva ez is lehetséges lesz. Nemrég Warren Buffett olajcégbe fektetett, most pedig gázerőművekbe, méghozzá 10 új gázerőműbe, amiket azért hoznak létre, hogy Texasban rendbe hozzák az elektromos hálózatot. Elon nem érti az egészet, szerinte ez őrültség, a Tesla meg a pakkok sokkal jobbak az elektromos hálózat kiegyenlítésére, ráadásul hatékonyabbak, megbízhatóbbak és még olcsóbbak is. Úgy tűnik, hogy Warren Buffett nem nyitott az új technológiákra. Újra és újra előnkerülnek olyan cikkek, mely szerint Iron apjának volt smaragd bányája. Iron ezt folyamatosan cáfolta, és most is ezt kell tennie. Tweetjében megosztotta, hogy 89-be érkezett Kanadába, 2500 kanadai dollárra a zsebében. Saját maga fizette a főiskolát, ez még ráadásul 100 ezer dollár diákitellel is járt. Az első cégét abszolút pénz nélkül kezdte, egy saját maga által összerakott számítógéppel, ugye ez volt a zip Semmifajta realitás értéke nincs bármiféle smaragbányának. Majd tovább folytatta. Az apja és a kiterjesztett családja több mint húsz évet tőle és az öcsétől függ anyagilag. Ha a különböző kisebb lapok cikkei nem lennének elég, egyik kedvenc paródia oldala, a de Onion is ellene fordult, ezzel a fent látható állítással, amin Ilona réggé kiakadt. Szerinte az emberek nem véletlenül cserélnek a Babilon bíre majd ilon további betekintést engedett abba, hogy hogyan szerezte pénzét. Az zip eladásából a dózás után 15 millió dollárját, amiből 10 milliót be is fektetett a PayPal-ba. Később ugye 180 milliót hozott, és ezeket fektette tovább be a SpaceX-be, a SolarCity-be és a Tesla-ba. Az SN11-es teszrepülése után Ilon megosztotta, hogy a következő nagy már az SN15-ös lesz, azután pedig az igazán nagyugrás az SN20-as. Így erre valaki megkérdezte, hogy az SN20-as az olyan, mint a V9-es FSD beta, Ilon pedig annyit tett hozzá, hogy ez inkább olyan, mint a V10-es FSD beta. Ilon nemrég arra kérte az embereket, hogy költözzenek Dead Texasba, ezzel is segítve a Starbase létrehozását. Szerinte több ezer ember fog élni Starbase városában néhány év múlva. 2022-re azt várja, hogy több mint tízezer ember fog dolgozni a Giga Texasban, ami 5 percre van a repülőtértől, 15 percre a belvárostól, és egyből ott van mellette a Colorado folyó. Szerinte ezek miatt Austin külvárosában nagyon sürgősen kéne új házakat építeni. Ross Gerbert megosztotta, hogy Elon Musk három éve szó szerint a gyárban kellett, hogy aludjon, hogy vértizadva elérjék az úgynevezett production hellen keresztül a Fremonti 5000 legyártott Model 3-ost hetente. Lehetetlennek tűnt akkor, de már már 2000 autót gyártanak naponta. Elon csak annyit szólt hozzá, hogy sok Neuront égetett el a probléma miatt. Elon szerint a leginkább űrben vagyok érzést fogja adni a Dragon legújabb újítása, ez a Dragon sehol nem fog becsatlakozni, így hogy látjátok, a csatlakozási pontot kicserélték egy üvegbúrára. Elon 20 millió dollárt adományoz a Cameron megyei iskoláknak, és 10 millió dollárt Brownsville városának arra, hogy felújítsák a belvárost. Ehhez Owen Sparks szólt hozzá, hogy milyen jó lenne, hogyha a Bronzvilli repülőtérről lenne egy boring alagút Starbase városába. Ilon erre csak annyit írt, hogy reméli így lesz. Ahogy említettem már, a szerdai részben fogok beszélni a Volkswagen félre sikerült április 1 tréfájáról. Ugyanakkor a Tesla Owners of Silicon Valley megemlékezett erről az ikonikus április 1 tréfájáról Ilonnak, amikor is néhány éve azt vitelte ki, hogy kiütötte magát a Tesla filával és teljesen csődbe ment. Ilontól, mint oly sokszor, megint megkérdezték, hogy éljene, ő pedig azt válaszolta, hogy nyilvánvalóan. Ilon szeretné, hogyha bármilyen botrányba kerülne, akkor azt hívják Ilongétnek. Köszönöm, hogy velem voltatok, szerdán folytatjuk az egyéb hírekkel. Köszönöm mindent Patreonos és YouTube támogatómnak is a támogatást, neveiket megtaláljátok a legírásban. Nézzetek rá a Matchboltomra, a páromboltjára és a Discord szervereinkre is, mindegyiknek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést. Ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek!